Őszintén, az a helyzet, hogy a család azt mondta, hogy én itt ne videózgassak a lakásba, ezért most titokban megpróbálom megcsinálni ezt a videót, de bocsánat, hogy suttogok, és hát az a igazság, hogy nem merem fölkapcsolni a villanyt sem, hanem egy ezzel az elemlámpával fogok körbe menni, és megmutatok nektek egy-két dolgot, gyertek, nézzétek meg, de ne felejtsétek el, hogy fel kéne iratkozni erre a csatornára, hát már rengetegen vagyunk, mind a 101 vagy 2 ember, most láthatja, de ha továbbítjátok, akkor legalább a zenekarnak annyi előnye lesz, hogy több emberhez eljut a zenénk. Hát ez meg egy kis érdekesség lesz, megmutatom nektek, hogy hol születnek a dalok. Hát egy része, mert ugye nem a próbateremben vagyunk, hanem itt a kis dolgozószobámat megmutatom. Na hajrá, nem is beszélek többet, mert fogok eleget. Induljunk! Na ez az. Látjátok, azért itt lesz egy-két ilyen Simon Templar felirat. Itt például, itt van a régi dob felszerelésnek a dobbőrje, Simon felirat, és itt vannak az én jó kis hangszereim. Ez a gitárlelém, ez egy olyan, mint az ukulele, csak 6 húros, és akkor én most nemrég terveztem rá ilyen jó kis matricás borítást. A júni-júli-augusztusban hallhatjátok, hogy ezen zenélek, de itt, ott még nem látszik. Hát még nem raktam rá a matricákat, nagyon jó szól, ilyen, mint egy mini gitár végül is olyan. Hát ez a gitárom van meg a legrégebb óta. Én Barnnak hívom a festése miatt. Gyakorlatilag ez egy elektroakusztikus gitár, ezen szoktam megírni a dalokat. Ugye nem kell hozzá semmi, és szól. Egyszerű. Őt nagyon szeretem, ő egy basszus gitár. Nem is a régi szerzemény, szerintem néhány éve vehettem. Ilyen basszus gitárja volt a Beatlesből a Paul McCartneynak. Ezt róla híresült el, ezért gondoltam, hogy nekem is kell egy ilyen, mert marha jól néz ki, kis retro gitár. Na hát, ő az új gitárom. Az az érdekessége, hogy piszok jól szól, és hogy bármelyik oldalról világítok rá, mindig más színe van a gitárnak. Néha, mint látjátok, olyan, mint a korom fekete lenne, de ha jó szögből éri a fény, akkor gyakorlatilag ez egy ilyen lilás, padlizsános. És nem mellékesen jól is szól. Na hát itt van ez a gyönyörűség, ez egy vintage gitár. Ez pedig a Jimi Hendrixről mintázták az ő gitárjairól. Hát jó kis ilyen jó kis vintage feelingje van, ezzel látszanak rajta így a kopások is. Persze ezek mesterségesek vannak rátéve, de nagyon-nagyon-nagyon jó hangja van. Ez az első koncertünk a Simon Templarral. Ez körülbelül, hát nem körülbelül, ez 2013 végén volt, ez egy zárt körű esemény volt, csak a barátainkat hívtuk el, de nagyon jó emlék volt. És képzeljétek el, abban az időszakban, itt a egyik busz megállóban találtam egy ilyen fotót. Itt ezen a manökenen egy olyan póló van, aminen The Saint felirat van. Ugye ez a filmsorozat volt, amiben a Roger Moore a Simon Templart alakította. Hát gyorsan is fotóztam magamat vele. Hát ez egy nagyon kedves emlék, ugye? Ez egy videoklip forgatásnak az egyik verkképe, a Szeretet forradalmát forgattuk, és mindannyian Roger Moore állatba vagyunk. Hát ez az akkori zenekar volt. Azt kell tudni, ugye, hogy most teljesen új zenésztársakkal zenélek. Sokkal jobb, mint bármikor volt a Simon Templar, mert nagyon jó zenészekkel zenélek, és nagyon jó emberekkel. És amiért még speciális is ez a dolog, az az, hogy egyes, hogy énekesnünk van, nagyon sokat fog énekelni, nem csak vokálozni, hanem több dalt is ő visz, és van egy szaxofonistánk is, az énekesnőt úgy hívják, hogy Afi, a szaxofonistánkat pedig, hogy szaxofonosunkat, hogy Zsolt, és nagyon speciálisra teszi az ő játékuk a mi zenénket most. Hát itt vannak a régi lemezek, hát nem is a régiek, ugye, mert ez a Szép Remények lemez, ez ugye 2019-ben készült el, ez a Szívszervíz lemez, ez pedig egy évvel korábban, hát ő a kedvencem, a Macskás lemez, és koncerteken, remélhetőleg ez a piszok Covid miatt létre fognak jönni a koncertek hamarosan,
látni fogjátok, hogy ilyen hátterünk lesz, amin ez a macska lesz rajta. Nagyba is föl lesz írva, Simon Templar iszonyat jól néz ki. Na remélem nem olyan halványok a felvételek most így, hogy homályosak. Hát, hogy itt a régi dobnak az előlapja, ezt az új dobosunkat úgy hívják, hogy Marci, és Marcit megkértem, hogy majd koncerteken a dob felszerelésére rakjunk új Simonos feliratot, de nem ez lesz rajta, ugye, hanem az új emblémánk az a lilás, rózsaszínes Simonos felirat, arra klasszul fog kinézni, már elkezdtük megtervezni. Na hát itt vannak a még régebbi lemezek után, ez volt a szökevény, ez még az első demónk, a szeretett forradalom, amit a Petyáékkal csináltunk, és ez még sokkal korábban, aminek az volt a cím, hogy rászd ki magad a porból. Itt van valahol. De ez még nem Simon Templáros volt, ez egy pályázaton keresztül készítettük el. Na és, hát, itt van Simon. Életnagyságba. Ez egy pápu, be is lehet nyúlni a szájába. Vagy pontosabban lehet mozgatni, tudjátok így, hogy beszéljen. Van lába. Hát ez ilyen jó puvasságból egy rokonunk készítette. Kötve van Simon. Vagy horgolva talán. Lehet, hogy horgolt Simon. Marha jól néz ki. Várjatok, így még a haját is lehet így fésőgetni. Kicsit a szemébe lóg. Hát itt vannak ilyen zenészekről könyvek. Ez az új könyvem a Bob Dylan életéről. Nagyon szeretem Bob Dylannek a zenéit, és gondoltam, hogy most elolvasom az élettörténetét, mert nem tudok róla sok mindent. Itt vannak a pengetőim, hát ez egy komplet pengetőkészlet. Tek, hát látni fogjátok, hogy ezekbe a dobozokba tele van szebb-nészebb pengetőkkel. Marha jól néznek ki, mert van rengeteg színbe. Ezek a színesek, ebbe a picibe meg csak fekete-fehér pengetők vannak. Na, menjünk tovább! Ő itt, Floppy. Sajnos, mikor idejöttem, akkor... Fölébredt. Ő így alszik általában, szétterpesztve a lába. Most iszonyat piszkos. Ő egy hófehér kutya különben. Jó van, aludjál. Jó van, tedd le a fejedet. Itt szétterpesztett lábbal alszik. Hát nem szórakozik. Jó van, tedd le a fejedet. Aludjál. Próbálok halk lenni és csöndes, jó? Aludjál. Na hát igen, és mindez, ez a kis dolgozószobám, ugye? És itt van egy ágy is nekem. Nem tudom, látszik homályos? Aha, na most... Itt meg tudok pihenni, hogy a családtól teljesen el tudok vonulni, amikor zenét írok, vagy így dolgozgatok. Itt még vannak ugye ilyen Simon felirat, meg ilyen régi retro lámpákat raktam ide föléjei lámpának, amit most nem merek felkapcsolni, fel ne ébredjen a család. Ezek mindenre felébrednek, mindenki zajra. Hát és ilyen régi kis polaroid fényképezőgéppel készítettem fotókat, és azok itt vannak. Ez meg ezek a kis... körték, villanykörték meg világítanak jó esetben. Hát van egy ilyen... van egy ilyen szobám, hát van egy ilyen polcom. Simon mondja a vlog, ide kiírtam, hogyha véletlen elfelejteném, hogy mit is csinálok, akkor tudjam. Hát ezt imádom, ez egy régi kamera, sajnos nem működik, de a júni-júli-augusztus videoklipjébe szerepel, ugye? Azt úgy készítettem el, mintha ezzel rögzítettem volna, sajnos nem működik, de iszonyat jól néz ki. Hát itt vannak az új szerzemények, szájharmonikák. Próbálok ezen tanulni, játszani. Hát nem egyszerű, de küzdök vele is. Remélem előbb-utóbb több dalba is meg fognak szólalni szájharmonikák. Na és akkor itt van a számítógép asztalom. Hát itt készülnek a dalok, ugye? Hát mert először számítógép, vagy pontosabban először a Barni nevezetű gitáromon megírom a dalokat nagyjából, de hát itt ugye vannak ilyen segítségek is ám, ugye kiraktam az akkordokat, mert utána, amikor megírtam a gitáron, akkor én elkezdtem különböző hangszerekkel följátszani. Hát először a gitárt szoktam általában felvenni, vagy pontosabban csinálok hozzá egy dob alapot, és utána elkezdek hangszerelni egy kicsit, és akkor van nekem egy ilyen MIDI billentyűzetem,
ennek a mini billentyűzetnek az az érdekessége, hogy hát ha valaki tudja, hát aki zenész körökbe jártas, Kocsis Zoltán zeneművész sajnos már nem él, de itt lakott a környéken, és egy hirdetés útján a fiától tudtam venni ezt a MIDI billentyűzetet. Hát ez olyan, hogy ezzel a számítógéppel összekötve, ezzel fel tudok játszani több hangszert is. Tehát akár szakszofon hangot is tudok, vagy trombita hangot följátszani, de általában zongora szintetizátorra használom, és akkor itt össze van kötve a számítógépemmel. Itt vannak a dalszövegek. Ez a próbára nyomtattam ki magamnak, ugye, mert legalább én tudjam a dalszöveget, de néha a többiek jobban tudják, mint én szerintem. És akkor itt ezen a számítógépen keresztül, itt van egy jó kis hangkártya, a Focusrite, én följátszom a MIDI billentyűzettel a dalokat, és utána mehet tovább a zeneszerkesztés. Ide nézzetek! Hát aki régebben járt koncerten, az tudja, hogy azért elég örültek vagyunk ahhoz, hogy egy-két jelmezt is bedobjunk a koncerteken, vagy felvegyünk. Ugye a régi Simon Templáros filmes sorozatban a főszereplőnek Roger Moore feje fölött mindig megjelent egy glória, és akkor csináltunk egy ilyen kalapot, nem tudom mennyire látszik, hát az árnyék tök jó, hogy ugye, hogy ott van, hogy mintha, nem mintha, hát olyan nagy glóriája van, mikor fölvesszük ezt a kalapot, akkor ez egy jó pofa. Hát van rajta mindenféle szimbólumok, különösebb jelentőség nélkül tettem rá, csak hogy minél látványosabb legyen, ez messziről jól néz ki. Na nézzétek, és akkor itt van egy ilyen kis vitrinem, és ebbe a vitrinbe halkan kinyitjuk, nem nyitjuk ki halkan, mert leborul a végén valami, van egy ilyen nagyon régi hegedűm, ezt az ecseri piacon vettem, hát most darabokban van, látjátok, húrok sincsenek rajta, de csak dekoráció, és ez pedig az iskolában a régi Portás nénitől, Irénke nénitől kaptam ezt a harmonikát. Látszik, gyönyörű szép, szép zöld, mint az elemlámpa. Hát nem tudok rajta játszani, de emlékbe elraktam, mely még jó lehet. Na és akkor, hát van itt egy-két polc. Ezeken a polcokon mindenféle relikviák vannak, emlékek, stb. Ezt a kislányom festette, ezt a Roxette feliratot, ugye, mert nekem igazából az egyik kedvenc zenekarom a Roxette, pontosabban ez a srác, aki itt van a képem. Őt úgy hívják, hogy Per Gessle, ő egy svéd pop-rock zenész, ugye ő volt a Roxette-nek is az egyik tagja, sajnos Méri, itt van a Méri, sajnos elhunyt nemrég, de Per azóta is zenél egyedül, és hát nagyon jó zenéket ír. Volt neki egy nagyon régi svéd zenekar és a Gillen Tyler, nagyon szeretem, érdemes utána nézni, majd belinkelem ezeket a kedvenc zenéimet a videó alá. És képzeljétek el egyszer, majd ezt elmesélem, de a honlapunkon, a www.simontemplar.hu oldalon elolvashatjátok, hogy egyszer sikerült találkoznom Berrel itt Magyarországon, mikor itt koncerteztek, és ezt a gitáromnak az alkatrészén az ő aláírása van itt fehérrel. Nézzétek, itt vannak a kis ékszereim, meg itt van egy Simon figura. Na ezt megpróbálom nektek megmutatni, hogy itt van egy olyan hangszer, ami viszont reményeim szerint fog szerepelni az egyik dalba, itt lóg ez. Várjátok, ezt ide leteszem, és megmutatom. Itt van. Ez egy, hát nem tudom mennyi látszik belőle, nem tudom megmutatni a hangját, de egyszer majd nappal, vagy amikor nincs itt a család, és nem zavarom őket a videózással, akkor megmutatom, de aki fel akarja, meg akarja hallgatni, hogy milyen hangja van, az a, már melyik dalunkban van benne, több dalban is, a Minden jóba, de ahol jobban hallatszik, az pedig a Felesem tréfába, ilyen érdekes, mint a rajzfilmekben, olyan hangja van, mint a rajzfilmekben szokták használni, mikor lezuhan a valamelyik szereplő egy szikláról, és úgy zuhan, majd megmutatom ezt is, de máskor. Hát van egy ilyen nagyon jó kis képem, ugye egy Volvo P1800-asnak a
műszaki kép, ez egy retro autó, látod itt is, hogy 61-72 között gyártották, ugye ezzel az autóval jár a Simon Templar a filmekbe. Hát ez egy ilyen kis retrós asztal, vagy pult. Hát nem, ez egy könyves szekrény igazából, ezt én csináltam, ugye úgy csináltam meg itt az előlapját, mint a egy zongora klaviatúra lenne, és ez van itt rajta, van egy, ez egy nagyon jó, képzeljétek el, ez működőképes régi vetítő 60-as, 70-es évekből, és van is hozzá filmem valahol még. Ja igen, és amit nem mutattam még meg, hát ezt a képet, ez egy boros üvegnek a címkéje, csak bekereteztem. Ezt azért készítettem, hát nem tudom, látszik-e, közelebb megyek, hogy mi van itt, két ember van rajta, az egyik, aha, Roger Moore, itt, és mellette pedig, akinek glória van a feje fölött, ő pedig Lánk József művész úr, hát ő volt, vagyis még mindig ő, hála Istennek, mert nagyon jó egészségnek örvend, a Roger Moore majdnem összes filmjében a Roger Moore magyar hangja. És képzeljétek el, na majd ezt is elmesélem hosszabban, egyik nap, egy fél évvel ezelőtt sikerült vele egyeztetnem és találkoznom, és segített nekem, hogy a zenekarnak csináljunk reklámot, mert készül egy reklámfilm, és ott is ő lesz a Roger Moore magyar hangja. És egy nagyon kedves ember volt, egy 80 éves művész úr, a József Attila Színházba találkoztunk, nagyon jól összebarátkoztunk, és egy picit együtt dolgozhattunk ezen a kis szinkronizáláson, majd ezt is nem sokára hallani fogjátok. Hát itt még fönt vannak mindenféle ilyen régi dolgok, ugye gitár minden mennyiségbe, ezek ilyen nagyon picik, tehát ez így, hát a méretet kell látni, nem tudom, ez körülbelül így a egy újnyi pici mini gitárok. Ez ilyen dekoráció. Hát itt vannak emlékek, Attila kerékpáriskora, Simon Templáros gyertya, tanítványoktól, barátoktól, és talán amit még nem mondtam el, hogy nagyon jó dobosunk van, Marcinak hívják, most voltam a héten a koncertjén, csúcs szuper dobos, és nagyon örülök, hogy velünk zenél. Ugye van egy nagyon jó szintisünk, a Petit ismerhetitek, a Glofák Petit, mert ő régebben is zenélt már velem, és a basszusgitárost pedig Ernőnek hívják, hatalmas fazon. Nagyon klassz, remélem mindig hamarabb találkozunk majd a koncerteken. És ti is megláthatjátok, meghallhatjátok. Jaj, majdnem elfelejtettem, hogy nem csak Simonban ilyen kabala figura, hanem itt a dobnak a dobbőrön, itt lóg még, úgy hívom, Alajos. Ugye ő egy lajhár. Itt lóg. Lehet, hogy koncerteken majd kirakom a mikrofonálványra, hagy lógjon ott, mert nagyon jó pofa feje van. Mindig vidám leszek tőle. Na, szóval az a lényeg, hogy szerintem én lassan abba hagyom, mielőtt felébred a család, és teljesen kiborulnak, hogy én itt videózok. Látjátok, ezt az órát például én készítettem. Ez egy régi bakelit lemez, aki nem tudná mi az, olyan, mint a CD lemez, mondjuk. CD lemez régi változata. Ezen zeneszámok vannak, és gyerekkoromban ilyeneket hallgattunk, vagy ezen keresztül erről hallgattuk a zenéket, és csináltam belőle egy órát, ami nem jár, már megállt. De az a lényeg, hogy akkor szerintem én most így abba hagyom ezt, és akkor legközelebb folytatom, és akkor elmesélem, hogy hogyan is alakult ez a zenekar, miért jött létre, vagy akár lehet, hogy belopózok majd, ha nem belopózok, elmegyek egy próbára, és akkor titkos felvételeket csinálok, és egy kicsit megismerhetitek a többieket is. Na csáó, köszi, hogy megnéztétek, osszátok meg, ha van kérdés, írjatok, iratkozzatok fel a csatornára, ha véletlenül nem iratkoztatok fel, nézzétek a Simon Templar Facebook oldalt, a honlapot is érdemes, rengeteg minden, a zenekarról is írtunk, a zeneszámok is megtalálhatók a honlapon, és szóval vannak érdekességek, akinek érdekes ez, reméljük a család, család, remélem Flopika nem ébredt föl. Na jó van, sziasztok, üdv!